köszöntöm az UVS-e Margit sziget edzőjét és az UVS-e edzőjét. Először Ács Bertalant kérdezném, mire számít a szerdai mérkőzésen? A barátságos döntetlennel úgy érzem, hogy elégedett lennék. De ha 30 gólra kapunk ki, akkor sem leszünk szomorúak, hiszen tudjuk, hogy reálisan az ellenfelünk körülbelül ennyire jobb nálunk. Nagyon várjuk már ezt a mérkőzést, sok játékoson példaképe ellen fog mérkőzni. Bízom benne, hogy végig fogjuk tudni játszani a támadó időket, és legalább egy gólt fogunk tudni. Benszúr Márton kérdezném a szerdai mérkőzésről, hogy készültek a csapattal? Nagyon nehéz mérkőzésre számítunk idegenben. Kiválóan kezdte a bajnokságot a UVS-e Margit sziget csapata. Ugyanúgy megtiszteljük őket is, mint bármelyik ellenfelünket. Nagyon érdekes mérkőzés lesz. Bízom benne, hogy sokat fognak tanulni ugye a fiatal játékosai a kevésbé fiataloktól. Bajnoki mérkőzés lesz természetesen. A lehetőségekhez mérten komolyan fog játszani mind a két csapat, ez mégiscsak egy országos bajnoki mérkőzés. Örülök neki, hogy a fiatalabbak is ennyi lehetőséget tudnak kapni az OB1-ben. Ez nagyon hasznos lesz nekik a jövőben, és hát mint a felkészülési tornákon is már kaptak többen onnan lehetőséget, ugye az első csapatban, hogyha nevezhetjük így, ez a jövőben biztos, hogy így lesz, egyre többen fognak fölkerülni, úgyhogy kíváncsian várom, hogy milyen teljesítmény nyújt a két csapat. Rendben, köszönöm szépen! Köszönöm.